Január 15-én kezdetét vette az ökumenikus imahét. Ezen a napon a keresztény felekezetek a saját templomaikban imádkoztak az egységért. Krisztus mindenkiért meghalt. Az Egri Bazilikában Szabó József Béla érdemes esperes mutatott be Szent Misét ez alkalomból. Szentbeszédek kezdetén pedig az idei imahét fő gondolatára hívta fel a figyelmet. Mint elmondta, ez a mondat a megváltó egyetemességét hangsúlyozza. Isten üdvözítő akarata nem csak egyes kiválasztottakra, hanem mindenkire vonatkozik, azokra is, akik előtte éltek, és valamilyen módon képesek voltak figyelni az Isteni szóra. Mi már ismerjük az Isten tanítását, az utat, amely az Atyához vezet. Így azok számára, akik nem ismerik Jézus nevét, nekünk kell tanulságot tennünk. Ez az egyház felelőssége és küldetése is egyben. Szabó atya kiemelte továbbá, mi mindannyian testvérek vagyunk, mert Jézus mindenkiért meghalt, az Isten kegyelme pedig mindenkire kiárad. Ez az, ami összeköt bennünket. Ezért fontos, hogy úgy tudjon minden keresztény egyház megjelenni, mint Krisztus hiteles megjelenítője, mint Krisztus kegyelmeinek forrása. Mert Krisztus összeköti őket. Ogyan imádkozott, atyám azt akarom, hogy egyek legyenek, mint ahogy mi egyek vagyunk. Úgy legyenek ők is egyek, és itten nem azon múlik, hogy egyformai a felfogásunk, hogy, hogy mennyire tudunk kiegyezni a szavakban. Ez is lényeges, de nem ez az igazi központi rész, hanem egyek legyenek mi bennünk. És ehhez ad segítséget ez az imahét, hogy egyre inkább fölismerje minden keresztény egyház, hogy az egysége az Istenben van meg, Krisztusban van meg, és ezért nagyon fontos, hogy ne keressük azt, ami elválaszt, hanem egyre inkább az erősítsen és köszönös össze mindannyiunkat, amely Istenben összeköt bennünket. A szentbeszédet követően az egyetemes könyörgésben a keresztények egységéért imádkoztak a hívek.